A honvédelmi képzésben résztvevő diákokhoz, a kadettekhez bizony passzol a vívósport, ez már 3 évvel ezelőtt az első évfolyamon bebizonyosodott Szekszárdon az Ady Endre középiskolában. A képzésre jelentkező fiúk, lányok komoly érdeklődést tanúsítottak és tanúsítanak ma is a vívás, ezen belül a párbajtőr iránt. Így Garai Előd oktatónak, a szekszárdi kórház esze edzőjének örömére a motivációval már az alapok elsajátításánál sincs gond, amire az őszi hónapokban egyébként szert tettek a nevezett középiskola tanulói. Örültem egyébként is a felkérésnek. Ez most már a 3. év vagy évfolyama, amit végig tudunk vinni. Örültem, mert igazából ez nekem is egy kihívás volt. Másrészt meg örülök annak, hogy elég aktív a csapat. Most látszik, hogy átérve már most az összekezdő osztály gyakorlatilag elkezdett a villannyal vívni. Ugye az alapokat megkapták szeptember, október, aztán utána már eljutottunk odáig, hogy akkor a pengével tudták folytatni a vívást, egymásra a gyakorlást, és most már ugye februártól elkezdték, hogy gyakoroljanak magával a villanyfelszereléssel is. Ez sem könnyű, ezt is meg kell tanulni, a technikáját, magát a technikai berendezést, a felszerelést, az öltözetet, és most itt tartunk, hogy most már talán kicsit örömmel jönnek le ezekre a szakköri foglalkozásokra. Nem tudtuk mi se, de úgy utólag közölték velünk, hogy lesz vívásunk, és eléggé megkedveltük mindannyian ezt a sportot. Nem tájékozottam még erről a sportról ezelőtt, de eléggé megkedveltem. A többiek megsukták, Balázs nem véletlenül kapta az agresszor becenevet. Tudása mellett kőkemény ugyanis a vívó stílusa. Én élvezem, de nem vagyok úgy vele, hogy én lennék itt a legjobb. Mindannyian ugyanannyi esélyekkel vagyunk itt, mindannyian ugyanazzal a képességgel állunk itt fel. A Tamásiból érkező Ambrus Zsolt eddig csak a tévében látott vívást, vívókat nem gondolta volna, hogy ennek ő is hamarosan cselekvő részese lesz. És ma már kellő biztonsággal meg tudja különböztetni egymástól a tört, a párbajtört, a kardot, a különböző fegyvernemeket. Már az első edzésen jó benyomásokat szerzett. Állásokat gyakoroltuk még az első edzéseken. Most ezt a vívást nem annyira régóta kezdtük el. Kell azért az ala. Az alapot, sőt, annál többet is elsajátítottak már. Ha a versenyzőknek nem is jelentkeznek a továbbtanulásuk helyszínén, de arra jó esély mutatkozik, hogy néhányukból versenybíró zsűritag legyen a későbbiek során. Már akkor is elérte persze ez a tanfolyam a célját, ha növeli a vívósport szimpatizánsainak számát az új generációknál, ez biztosan.